Némileg talán váratlan volt, amikor februárban 14 hónapos munka után lemondott a Kézabda Szövetség főtitkári posztjáról Nemcsik Balázs, aki nem kevésbé fontos feladatot kapott most, ismét főtitkár, méghozzá a vízilabdázó operatív irányítója lett, elődje a társasági adó úszodákba csábításáért felel, ő pedig a Londonban, Hímnemben, Nőnemben aranyesélyes, tradicionális magyar sikersportági jövőjéért is küzd 32 évesen Balázsa, mély vízben és nálunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Szerosz. Na most ez egy Szokványos vagy rendkívüli út kézilabdából, a vízilabdából valós? Talán Bíros Péter, a, 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 aki ugyanezt követte, úgyhogy ha neki jól sikerült, remélem, hogy nekem is. É, igazából a kézisektől nem teljesen önszántatból jöttél le, el, vagy legalábbis a körülmények miatt nem? Én mondtam föl, úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy ők is úgy tudjanak dolgozni, ahogy, ahogy elképzelik, de jó viszonyban váltunk el, azt lezártuk gyorsan, és és aztán vártam, hogy mi lehet egy következő kihívás, és ezt megtaláltam szerencsére. Ha jól vettem ki, akkor itt a társasági adó kedvezmény ügye pályázatai voltak mindkét megbízatásnál a centrumban, ahonnan eljöttél, ott jött valaki, akinek azért kellett felelni, de aztán ugye átalakult a struktúra, és az már úgy neked nem felelt meg, és most ahova érkeztél, ott meg éppen ezt veszi át tőled a főtitkár. Ez a, ez a TAO, a sporttámogatás, ez most a magyar sport, illetve hát az öt csapa sportnak a legfontosabb ügye gyakorlatilag, hiszen ez az a forrás, amiből nagyon sokat lehet, nem csak ugye, nem, illetve nem a napi működésre, hanem inkább a sporták fejlesztésére fordítani. Tehát ez tényleg egy kiemelt terület mindkét szövetségnél. Mindkét szövetség azon, gondolom, hogy nagyon jól tette azt, hogy nagyon jó szakembereket alkalmaz ezekre a feladatokra, hiszen a kéziseknél Lukács Zsuzsa nagyon érti ezt a területet, a Jakab Zoltán pedig, aki korábban itt főtitkárként dolgozott, ugyancsak jól ismeri ezt a területet, tehát én bízom benne, hogy mindkét szövetség a maximumot tudja majd kihozni ezekből a, a lehetőségekből. Ő töltél valamennyit a vízilabdázók felkérésén? Keveset, természetesen át kellett gondolni de, de nagyon nagy megtiszteltetés egy ilyen fölkérés, hiszen azért ez egy rendkívül sikeres sportág, ezt talán nem is kell külön magyaráznom, hiszen mindenki Magyarországon tudja és büszke rá, hogy a vízipolósok mennyi és, és, milyen nagyszerű sikereket érnek el. Én ugyanilyen büszke voltam arra, hogy lehetőségem van arra, hogy itt dolgozhassak és, és valamit én is hozzátegyek, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan az olimpiai sikerek azért nem a fő múlnak. Mi lesz, mi lesz most a főtitkárnak London előtt kevéssel az első és legfontosabb teendője? Nagyon sok esemény lesz, hiszen mondjuk hamarosan küldött gyűlés, aztán olimpiai felkészülés megkezdődik, lesz egy Vodafone-kupa a Margit-szigeten, tehát és addig is még válogatott mérkőzések, és nagyon sok olyan teendő, ami ami háttérmunka természetesen, de ahhoz kell, hogy a csapatok, hiszen két válogatott is ott lesz az olimpián, ők nyugodt körülmények között tudjanak dolgozni, és, és ez a legfontosabb, hogy ezt biztosítsuk. Például szegény lányoknak, itt Merész András kapitány és lányai nálunk is panaszkodtak, hogy például most a Triesti olimpiai kvalifikáció előtt egyszerűen nem, nem találtak ellenfeleket. Sportdiplomáciailag, aminek ezer oka lehet például az is, hogy mondjuk nem akarták megmutatni magukat, de panaszkodtak, hogy hogy al alig találtak ellenfeleket. Ilyen dolga van például a főtitkárnak, nem? E, próbálok természetesen, amennyiben lehet ezen segíteni, de most azt láttam az első munkanapjaim egyikén, illetve hát még a, a mínusz valahányadik munkanapomon, hogy már is az olimpiai selejtező után kötötték le azokat a, a válogatott felkészülési meccseket, közös edzéseket, edzőtáborokat a, a női szakágnál amelyekkel majd jól fel lehet készülni, és hát a legjobb csapatokkal fognak találkozni a, a nők. Hamarosan gondolom megjönnek a visszajelzések az ellenfelektől, most kimentek a felkérésekre, és reméljük, hogy tényleg színvonalas jó tornákat lehet játszani. Minden esély most erre megvan. Azt már lehet pontosan százszerzalékig tudni, vagy még a munka közepén vagytok, hogy a férfi válogatott kikel és hányszor fog biztosan játszani? Lesz. Olimpia előtt. Ami, ami biztos, hazai pályán öt válogatott mérkőzés lesz. Június, most fejből mondom, 20-a körül, 20-21-e, Szolnokon és Békés már Romániával játszik a csapat, tehát hazai medencében, és utána július, ugyancsak 20-a környékén Vodafone kupa lesz, és ott is nagyon jó ellenfelekkel, az már a közvetlen olimpiai felkészülés, véletőleg az már az a csapat, amely a, a, londoni játékokra is kiutazik. Mennyire látod erősnek a sporteredményekben igen erős sportág érdekérvényesítő képességét abban a nagy versenyfutásban, ami akár állami forrásokért, fejlesztésekért zajlik ma, mintha lenne tenni való, nem? Lehetséges természetesen mindig van, mindig lehet egy kicsit jobban pozícionálni magát az embernek, de Azért van ennek a sportágnak olyan tekintélye és olyan elismertsége, hogy nagyon jelentős eredményként az állami támogatáson és megbecsülésen túl azt is fel lehet sorolni a Vizilabda Szövetségnek és a Vizilabda Sportnak, hogy még a mai nem túl könnyű gazdasági helyzetben is szponzorok állnak a, a válogatottak a csapatok mögött, méghozzá egy elég komoly támogatói réteg, és azt gondolom, hogy ez ha nem is egyedülálló, de nagyon nagyon nehéz és nagyon ritka. A, a sportban. Valós. Gondoltam például arra, hogy a Megyeri Hídnál tervezett Nemzeti Viziabda Centrum grandiózus pályázatát azt nem támogatta a kormány. Most arról van szó, hogy a Puskás Stadion környékén, abban az olimpiai központban lesz majd ez az új Nemzeti Uszoda. Mikor szerinted? ezt még nagyon sokákat kell ezzel kapcsolatban egyeztetni. Erre most én nem tudok még mit mondani, hiszen még csak az első munkanapjaimon tartok, úgyhogy... Még úszodát jár... nem építesz. Igen, még azért ennyire nem ástam bele magam, de biztos, hogy, hogy Budapesten szükség van és lesz egy komoly úszodára, uh, hiszen uh, azért uh, két-három nappal ezelőtt úszoda alvatón járt a válogatott Szabadkán, egy nagyon szép modern létesítmény, igaz, az egy kisebb úszoda, uh, egy, egy nagyon jó uh, vízilabda edző központ például az ott, ahol jártunk, és nagyon sok ilyenre lenne szükség országszerte, valamint valóban Különösképp, hogyha a szegediekre gondolunk ott a szomszédba, akik Így van. életveszélyes sátrúban próbálkoznak, és ha még őket. Olyan, ö, olyan, egyesület, amelynek ez nem tökéletes ez a, az úszoda ellátottsága, ugyanakkor Budapesten pedig szükség lenne egy olyan úszodára, ahol komoly nagy meccseket lehet játszani. Szerinted mennyire és hogyan befolyásolja a következő éveket a magyar pólóban a két válogatott olimpiai szereplése? Biztos, hogy meghatározza. Azért azt egyértelműen kell látni, hogy a, a, az emberek nagyon odafigyelnek a sikerekre. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy a játékosoknak a vállára nem kell túlzott terheket tenni. Nem nagyon bízom benne, hogy újra sikerül érmet, érmeket szerezni a két válogatottnak. Uh, ugyanakkor ez, ez egy játék, egy sport, bármi előfordulhat, és természetesen uh, azzal együtt, hogy, hogy drukkolunk nekik, amennyiben uh, úgy alakul, akkor is azon kell dolgozni, hogy ezt a sportágat uh, továbbra is fejlesszük, fenntartsuk a sikerességet hosszú távon. Nem egy tornán és egy uh, versenyen múlik a jövő, hanem ennél sokkal komolyabb alapjai vannak Magyarországon a vízilabdázásnak. Ettől függetlenül remélem, hogy tényleg érmeket lehet hozni Londonból akkor mint olyan embert is kérdezek, aki a kézilabda szövetség előtt, ugye nemzetközi kézilabda szövetségben az ehf nél is dolgozott, a vízilabda nemzetközi tervei, van egy erős magyar bajnokságunk, most már 5-6 kitűnő, egymás bármikor megverni képes csapattal, kell -e ezen változtatni, kell-e fejleszteni, érdemese olyan regionális ligába gondolkodni Magyarországon külföldi csapatok bevonásával, mint azt a Balkánon az ex csapatok és az olaszok együtt teszik? Ez folyamatosan terítéken van vízilabdában is. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi a jó, hiszen azért a vízilabda egy viszonylag szűk területre korlátozódik azoknak a köre, akik nagyon magas szinten játszák ezt. Ugye a egykori jugoszláv államok, Olaszország, Magyarország, és még egy-ketten, akik, akik tényleg jó csapatokat tudnak adni, klubcsapatokat. Ugyanakkor nyilvánvalóan a vízilabda jövője is az, és az lehet, Hogyha minél szélesebb körben lehet játszani, elterjeszteni ezt a játékot, ami egyébként valamikor Angliából származik, vagy származott, és, és korábban, tehát az 1900-as évek elején még Franciaország, Belgium, és ezek voltak a, a komoly vízilabda nemzetek. Nyilván egy globális sport akkor tud jól működni, hogyha nagyon sok ország játsza. Én remélem, hogy ebbe az irányba tud majd haladni a vízilap, de az biztos, hogy rajtunk magyarokon nem múlik, hiszen a, a világ egyik legjobb bajnoksága itt van nálunk. Valás jó munkát és jó tervezést akkor a következő időszakra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen,